Sziasztok, üdv mindenkinek itt egy Robi, pmrradio.hu. A mai videóban a Jézus vx 6 nek a programozását szeretném nektek megmutatni, amit egy ingyenes programon keresztül, ami rengeteg Jézus rádiót is tud kezelni, ez pedig a CHAP nevezetű program, amit akár tudtok támogatni is, mivel egy ingyenesen letölthető programról van szó a fonetikusan kimondva ugye cirp a program, de az angolul, ha kiejtjük, akkor a csepp, és ez csipogást, ciripelést jelent. Na, de le tudjuk tölteni itt a letöltésnél, a minimális magyar menüje is van az oldalnak és a programnak is, a Windows-os verziót, én ezt most le is töltöttem, és nézzük meg, hogy hogyan néz ki. Ha elindítjátok a programot, akkor a rádió Menübe kell a letöltés fülre, ez az alt D-re mennünk. És itt ki kell választanunk a portot. Ki kell választanunk a portot, jelen esetben nekem a 8-as port. Ki kell választanunk a rádió típusát, ugye ez a Jézu. És ki kell választanunk a modellt. Elég sok készüléket ismer. Újabbak közül még a 70D is bent van. Jó. A, ugye VX6-ot válaszunk. Segít a program nekünk, az OK gomb megnyomása után mondja, hogy ö, kapcsoljuk ki a készüléket, majd dugjuk be a memória, tehát a programozó kábelnek a dugóját a headset csatlakozóba, és az F per V gomb megnyomásával ö, kapcsoljuk be a készüléket, ezt ugye meg tudjuk tenni. Azt mondja, hogy F per V, és akkor nyomjuk a bekapcsoló gombot. Megjelenik a klón felirat, nekünk ez jó, Uh, nyomjuk rá, hogy oké, okay. és a band a band gomb megnyomásával tudjuk elindítani a klónozást. Én most megnyomtam a gombot, ki is írja rádió, hogy TX, uh, megy rajta a csík is, hogy tölt, és itt a rádió uh, program letöltésénél a, a csepp be is elindult a klónozás, és mutatja, hogy hány százalék. Mennyi részment ment át a számítógébe. A program egy ingyenes program, a memória tartalom, magát a, a, a memóriablokkokat tudjuk vele programozni. A menü beállítás és egyebekhez már egy komolyabb programra lenne szükség, de ez a készülékről is elvégezhető. Én azt mondom, hogy ez is egy elég nagy segítség, főleg, hogy még kapható maga a rádió és így is tudjuk programozni. Na, nem egy ö, szuper gyorsaság, de viszont türelmesen ki tudjuk várni, és be is töltöttek a memóriatartamok. Látjátok, hogy a frekvenciát, a csatorna elnevezését, a szelektív hívó zajzárkódot is tudjuk állítani. Tehát ezt is ö, engedi nekünk. Ugye tudunk állítani tont, tsql-t, vagy dc kódot. Itt mellette a tón oszlopnál ki tudjuk választani az éppen kiválasztott módnak, hogy mi legyen a frekvenciája, vagy például ugye a dc-nél is ki tudjuk választani. Ha átjátszó üzemmódot használunk, akkor ki tudjuk választani a shiftet is, hogy milyen irányba legyen az legyen mínusz, vagy legyen plusz akkor ugye az a shift eltolás offset frekvenciáját is ki tudjuk választani, hogy mennyivel legyen eltolva. Plusz ugye be tudjuk állítani, hogy milyen modulációnk legyen. Ugye itt a, a VX tudunk választani FM, VFM, AM, AM és NFM módokat. Ugye a teljesítmény fokozatunkat is tudjuk választani. Ugye négy teljesítmény fokozatunk van. Ugye van a legnagyobb, van az L3, L2, L1 fokozat, ugye a legkisebb az 300 mW, plusz lépésközt is tudjuk állítani, ugye érkes módon itt a programban benn van a 625-ös lépésköz, a rádió programja valójában ezt nem tudja, úgyhogy itt a programozásnál okosan Ennyit tudunk jelen pillanatban állítani, az összes többi beállítást azt nekünk kell elvégezni a plusz még ugye, mivel a rádió ö, külön bankokat is tartalmaz, ö, be tudjuk állítani, hogy melyik memória címünk melyik bankba legyen benne, plusz a bankokat el tudjuk nevezni. Külön más beállítás jelen pillanatban ez az ingyenes program nem enged meg, a rádió nagyon-nagyon sok mindent tud még, viszont ehhez egy fizetős programra le lenne szükség, hogy azt már a gépről tudjuk beállítani. De ha programoztuk a készüléket, beírtuk a frekvenciát és megadtuk a megadható dolgokat, akkor nézzük meg, hogy hogyan kell visszatölteni a Oké, okay. jó, a visszatöltésnél, tehát a memóriatartalom visszatöltésénél ugyanúgy a rádió menüpontra kell mennünk, ott viszont már az alt U, a feltöltés, upload to rádió menüre kell mennünk. Itt már nem tudunk típust választani, mert ugye kiválasztottuk, hogy milyen típusú legyen a készülékünk, egyedül a portot tudnánk választani, de onnan is maradunk az eredeti beállításra. Rányomjuk, hogy oké, okay. itt megint kapunk segítséget, írja, hogy ki, majd kapcsoljuk be a rádiót az F per W gombbal, ugye akkor megjelenik a klónfalirat, nekünk ez most él, mert nem kapcsoltuk ki a készüléket. Ha lenyomtuk az OK gombot utána pedig nyomjuk meg a V per M gombot, a V per M ugye az jobb oldalt itt lenn alul a sarokba, itt lenne ahol a, a, az ujjammal mutatom, ezt a gombot nyomjuk meg, akkor pedig a white felirat fog, remélem jól mondtam, megjelenni. Tehát lenyomjuk az okét, okay és... Valami nem volt kerek. Jó. Oké. Okay. Oké. Okay. Először meg kellett nyomni a gombot, nem úgy, mint a letöltésnél és utána kellett leokézni magát a programot, és mint látjátok, az RX felirat jelent meg a rádió kijelzőjén, a számítógép programon pedig már megy is a készüléknek a feltöltése, vagyis a rádió veszi az adást, a, az adatkommunikációt a számítógép felől. Na, úgyhogy egy ilyen régebbi típusú készüléket is nyugodtan tudunk programozni, akár egy ingyenes programmal is. Feltöltés se olyan villám gyors, akár csak a letöltés, de legalább működik. A dolog egy pár másodperc is végez, hogyha végzett, akkor végzett is, a készülék újraindult, mint látjátok, újraindult a készülék, a, a VPRM gombbal pedig vissza tudunk lépni a memóriába, és ugyanúgy ott van benne minden, ami itt látszik a táblázatban. Na, ez volt a memória programozás a CHAP nevezetű programmal, és ez pedig volt egy Jézu VX6-e, amit így tesztre, meg egyebekre az Anikótól kaptam. Úgyhogy köszönet nekik! Tinektek meg, hogyha megtetszett a rádió, akkor itt a radiomotorwebshop.eu-n pedig meg is találjátok. Én voltam egy Robi, pmradio.hu. sziasztok!